Üdvözlök ismétlen mindenkit! Most itten fogom látni azt az, hogy mi is volt, mi nem. Mai nap nem szállt meg az ördög. Semmilyen szórakoztató, értelmetlen YouTube videós tartalmat nem néztem, semmilyen videót sem. Mert tudom, aztat, hogy ne tudok szokni a virtuális világról nézegetésre. Ha filmet, sorozatot, játék streameket már több mint 3 hónapja nem néztem. Ugye ezt mondtam kb. Már a hónap elején. Már lehet, hogy már több hónapja nem néztem. Egyszerűen nincsen rá szükség, hogy mást nézek, hogy játszik. Meg a filmekben be vannak tanítva. Nem a saját egyéni képüket festik le, hanem egy betanított vackot nagyon sokan utánoznak. És pont ez miatt nem nézek se filmeket, se sorozatokat, se játék streameket, semmilyen virtuális tartalmat. Most kicsikét velejünk a mai stream videónak, az a lényege, nem a lényege, nem a tartalma, vagy a lényege se. Virtuális világ. Többen elvattok vele, mi is a virtuális, nem, hogy virtual world. Virtual world. Bírom a virtual world-öt. És kinek ilyen játékok, hogy a valósága a virtuális világ. És sokan a virtuálisba élnek, fejükre raknak valami szerkezeteket, és úgy érzik, mintha ott volnának. Ez mind-mind káros. Lehet nagy mértékben, úgy tudják kérni magukat, komoly gondjaik lehetnek. Azok is vannak nekik. Hogy lehet a virtuális világból kérni magadat? Nem tudom, de ki lehet élni? Ki lehet évezgetni rajta magadat másik virtuális világban? Jaj! Szóval nagyon sokan így állnak hozzá, ez nagyon jó. És vannak ilyen virtuális játékok. Személy szerint nem tudok semmilyen játékot sem mondani. Van ez a World of Warcraft, ezt sem nem játszottam. Second Life az semmi, az a hapú. Virtual Family, Habit, mi a Habit is? Mi a fene ezek a játékok? Vagy ezek a Sims-ek? Azt az se nem. Nagyobban kérheted magadat, amit nem bízsz megcsinálni. Virtuálisan. Mind-mind károsak. Nem csak az agyra, hanem az egész szervezetre. De folyton ülsz, és nézed a virtuális lágot, valami termelődik a szervezetedben, az, hogy jaj, de öröm, jaj, de jó, de kell nem mozogni, közben mozognod kell, közben nem mozogsz, és akkor az egyszerűen megromlik a idegsejtek az agyban. Nem az agyban, hanem a vérkering is rossz fog lenni, minden, de hiba. Ez miatt nem kell nézni a tévét. Készüléket, se a monitort, ha nincs belőle haszon, pénz, fölöslegesen nem kell. Fölöslegesen nézed, az mind-mind az ördögnek a műve. Az ördögnek a műve. Lérem az ördögöt, bejük a sátánat, hogy jelölik, mi jön fel, hogy kell képzelni a sátánt. Úgy képzelik el, kecske feljel. Nem tudom miért kecske, de elméletileg kecskével szokták jelölni, így kecske kost, és a kecske kost le kell fejni. Hol lehet a kecske kost felefejni? Na. És itt van, kecskének van jelölve, és szerintem vannak. Jó, oké, és most hogy jön ez ide mostan. De ide jön, hogy ennek a műve a folytonos
Virtuális lát nézegetés. De legyen az élmébe. Ezért én azt mondom, hogy nem szabad nektek semmilyen virtuális világot nézni. Ha nézitek, nem, akkor egészségesebbek lesztek. Mind-mind az ördög, a sátánnak a műve. Valahogy is jelölik a sátánt. Hogy kézlik el. Van neki elmeteleg egy három felé álló dardája. Ez egy felfogás mögött. Azt is megmondom most, hogy honnan ered. Van ez 2000 éve van ez a hét. Volt az előtt ez a másik hitek voltak, 9, 8. Időszintelás kötően 10.000 éve ezelőtt. Ott pont ellenkező volt, hogy állatokat tiszteltek istenként, kígyókat, és pont ebből ered, meg ilyen állatokat, kecskéket, bárányokat, teheneket. És innen ered a megbukott az a így tisztára, és akkor régi isteneket sátánként, sátánféleként ábrázolják. Az ördögként. Vosában innen erednek. Nézzük tovább! Mozikin, Beelzebub, Krampus, Lucifer, miért jön? És mind-mind a virtuális világban való életmód, mind-mind az ördögnek, a sátának a műve. Legyen a sátának a műve, ezzel ellen küzdeni kell. De most ha valaki figyelte volna a videókat, a videóknak a gondolati menetét, bevezetve nyilvánvaló, hogy ki itt az ördögnek. Én tudom aztat, hogy lettek annyira gyenge az agyatok, hogy nem tudtok rájönni. Mert ti folyton filmeket, sorozatokat, játékstreameket, zenét, rádiót hallgatok, ami nem természetes kép, se hang, az mind-mind a virtuális világ, és a virtuális világ maga az ördög, a sátánnak a műve. Ezzel ellen ti nem bírtok semmit se tenni, hát ti kérem rálettetek szoktatva. Egyszer rászokik a gyenge elme az egyén, arra nehezen fog leszokni. Itt van, próbálok leszokni a YouTube-ról való értelmetlen videó nézegetéséről, és nem sikerült! Már most sikerült, de két nappal megrontott az ördög, és ismét elkezdtem nézni, YouTube-okon való értelmetlen videókat. De máma nem néztem. Holnap se nem fogok nézni, se azután nem fogok nézni. Bár tudom, én nem vagyok gyenge elméjű, akinek gyenge az elméje, az nem tud ilyesmit csinálni. Az rá van szokva, az minden nap nézi. Meg legyen az adag, nem szed neki, hogy zenét hallgat, vagy virtuálisan. Meg kell neki lennie. Ez rosszabb, mint a kokainozás, a kábít, túlszerezés, heronizás, meg a vízipipálás. Mert én tudom aztat, hogy a kokain itt van, beszívják az a pipálás. Pipálás. Itt van az a hukhá. Hukhaker pap. Huká. Úgy hívják, hogy huká. Huká volt. Nevel neki. Huká. Szépen. Huká. Bejönnek ilyen. Hukára ilyen eszközök.
A pipa. Ez a neve neki, vagy huká. Hukázni kell egy jó magyot. És hogy jobban lelátni tőlük a való világot. Jobban kitárul majd a szemetek. Nem pedig len folyton a másikat, meg az utánozások, a színészek. Minden, minden való másolatok. Mind-mind szóval megmondtam, nem ismételem ismét magamat. Tudjátok kinek a művel. Nektek csak annyi a dolgotok, hogy szokjatok le. Ha nem szoktok le, lehet, hogy ti a pokolba fogtok jutni, mert a bűnösök a pokolba jutnak. Nem tudja, mi a pokolat, mit értek, mi a büntetéseknek a formái, az menjen vissza 3 évve ezelőtti videókban, ottan részletesebben van elmesélve, mi is fog veletek történni nagy valószínűsége. Hát, ez volt a mai live streamem, még tovább fogom tani. És én kézzeljék el, így én kaptam azt az eszközt. Egy tévét! Nem pedig egy szobabiciklit. Szobabiciklinek sokkal jobban örült volna. Jobban többet lehetett volna GeForce-ozni. De így nem annyira jó volt a izomzat, már akkor se látszódott rajta. És egy idő után abba kellett volna a GeForce-ozást. Túlságosan fulladozgattam. Hát, így jártam. De a szobabiciklivel jobban edzettem volna magamat. Nagyobb lett volna a légtüdő a kapacitásom, így nagyobb lett volna